Szabó Lőrinc, hazám keresztény Európa. Útálom, és arcába vágom. 100 év, de tán 2000 óta. Őrült, mocskos, aljas világ ez. Ez a farizeus Európa. Kenyérs jog helyett a szegény csitítja karddal, üres éggel, és cinkos lelkiismeretét avatag és modern mesékkel. 100 év, de már 2000 óta. Hány szent vágy halt meg gaz szívében? Hazám, keresztény Európa. Mi lesz, ha bukására döbben? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített, s mert jósága, hite, imája egyszer már mindent elveszített? Mi lesz, ha megjön pokoli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vassisakos, pestishozó, bosszúálló angyalsereggel? Mi lesz, ha megjön Krisztus és új országot teremt a földön? Ha elhullanak a banditák, s nem lesz több kard, se börtön? Ha égi szerelmét a földi szükséghez szabja a ma bárány, és újra megvált, nem hajók, de a gonoszok vére árán. Hazám, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Istent, a szeretetet és a békét?